Na hát, sziasztok! A mai videóban is elhoztam egy nagyon rémisztő helyet nektek, úgyhogy tartsatok velem! Párizs legendákkal átszőtt katakomba rendszere sok borzongást tartogat az ide lemerészkedőknek. Ilyen például az alkalmanként feltűnő, komótosan sétáló nagy vörös macskának a mítosza, amit alkalmanként a temető alatti járatokban látnak felbukkanni. A labirintus rendszer másik végében a Medici Katalin halálát kívánó okkultizmussal vádolt és emiatt kivégzett vértől tocsogó sintér alakja ijeszgeti bárgyával a járatokba lemerészkedőket. Azért kerülhette el a teljes megsemmisülését, mert a király urbanisztikai tevékenysége miatt az északi városrészt közrefogó városfal más nyomvonalon épült fel. Párizs legrégebbi 3 méter magas kőfallal körbevett temetője ekkor lett a belváros szomszédos kerülete. A 16. századra az 1276.000 négyzetméteres apró szentek temetője már szó szerint város volt a városban. A 10 méter mélységbe kialakított háromszintes temetőbe már nem csak 22 plébánia, hanem egy leprásokat, öregeket, gyerekeket és terhes nőket befogadó szegényház, az úgynevezett Istenháza is temetkezett. Egy 1554-es orvosi beszámoló szerint a holttestek ekkor már olyan sűrűn voltak egymás mellé eltemetve, hogy nem csak a hullákbomlási folyamata lassult le a földhiány miatt, hanem több esetben az elhantoltak végtagjai is kilógtak a sírokból. Rontotta a helyzetet, hogy a hatalmas tömegsír mellett üzemelt Párizs sűrűn körbeépített központi piaca is, amelyet rothadással átitatott elviselhetetlen bűz lengett körül. A temető és a közvetlenül mellé telepített piac lényegében a pestis és himlő járványok fertőzési gócpontjai voltak. A korabeli beszámoló szerint a tömegsírra a határos házak pincéjébe kevesebb, mint egy hét alatt megsavanyodott a bor, 2 nap alatt szürke gombák lepték el gondosan becsomagolt élelmiszereket, illetve bűzös fekete masszává változott át az eddig tisztának mondott ivóvíz. Több ember is azt véli, hogy ez a hely el van átkozva, illetve hogy kísértet járta, az emberek gyakran látnak sötét árnyakat elrohanni, illetve hallanak furcsa megmagyarázhatatlan hangokat is. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videót, remélem tetszett, találkozunk legközelebb is, sziasztok!